Mindegy 3400 hektár területre kötöttek termelői szerződést a felvásárló társaságok a dohánytermesztőkkel idén. Július közepéig az állomány úgy látta, hogy kiemelt évet zárnak majd, azonban utána olyan hosszú aszályos időszak következett, amely mind a dohány mennyiségét és a minőségét is kedvezőtlenül befolyásolta. A betakarítás jelenleg a vége felé tart, a kétharmadán már túl vannak a gazdák. Tavaly hektáronként 1,9 tonna volt az átlagtermés, most az 1,8 tonnát látják valószínűbbnek, közölte a Magyar Dohánytermesztők Országos Szövetségének elnöke. Pillanatnyilag a leggyengébb termőterület és termés a mennyiséget illetően is, de a termés átlagok tekintetében a jobbak közé, vagy az egészen jók közé tartozik, ugye több száz éves adatok figyelembevételével. Azt gondolom, hogy miután az időjárásnak rendkívüli mértékben kitett a dohány termése, a mennyisége és a minősége, így a termelőkön kevésbé múlik a betakarításnak a eredményessége, viszont mindent megtesznek a technológia betartása érdekében, hogy olyan levelek kerüljenek betakarításra, amelyikkel minden magasabb átlagárat tudnak elérni. Állami támogatások nélkül sem Magyarországon, sem pedig Európában nem működne a dohánytermelés, hangzott el Ófehértón. A felvásárlási ár megközelítőleg a termelési költség 50%-át fedezi, a másik felét a plusz forrás biztosítja. Bár az Európai Uniós támogatás megszűnik 2018-tól, a magyar kormány úgy döntött, hogy folytatja a gazdák segítését, közölte a Földművelésügyi Minisztérium parlamenti államtitkára. Ezen túl nemzeti forrásból biztosítják a támogatást az ágazatra, amely jelenleg a legtöbb forrást kapja a kormánytól, tette hozzá Nagy István. Ez úgy néz ki, hogy van egy átmeneti nemzeti támogatás, mintegy 600 ezer forint hektáronként, és hogyha a gazdák vállalják azt, hogy addig még korábban 1000 órát kellett legalább foglalkoztatni hektáronként bejelentetten az alkalmazottakat. Most lecsökkentettük 500-ra, hiszen azért a gépesítettség foka, a feldolgozottság egészen más igényekkel bír már. Tehát egy 500 órás foglalkoztatottságot elérünk, és egy 300 ezer forintos hektáronkénti árbevételt. Egy ilyen kedvezménnyel jövünk. Aki ezt tudja teljesíteni, az a 600 ezer forintos átmeneti nemzeti támogatás mellé egy de minimis támogatásként még plusz 300 ezer forintot hozzátehet ahhoz a bevételhez, amit a dohánytermesztésből elér. Ezen kívül a dohánytermesztőknek is jár az a plusz összeg, amelyet a szántóföldön termesztő gazdák igényelhetnek. Így összesen hektáronként 1 millió forint támogatást biztosít nekik az állam 2020-ig. A kiemelt segítségre azért is van szükség, mert ahogy az államtitkár mondta, agrártörténetileg óriási veszteség volna, ha a szabolcsi dohánytermesztők elhagynák az ágazatot. A támogatást egyelőre 2020-ig tudja biztosítani a kormány, a következő évek feladata lesz az azutáni időszak pénzügyi forrását rendezni.